Három pályázati körbe sikeresen elnyertük a támogatott és a megpályázott gépet. Az első körbe egy forgóasztalos sörétezőgépet, amely elősegítette vállalkozásunkba a festés előkészítést, a minőségi termékek egy alapkövét, az esztétikát és a precíz munkának a lehetővé tételét, amely igen megkönnyíti termékskálánk gyors legyártását, kibővítését és esztétikai minőségét. Mindazok mellett a második körbe sikeresen megpályáztuk a hátam mögött látható 1000 tonnás forgó kovács hengerműt, amellyel egyedülálló módon tudjuk elkészíteni az ekevasakat, valamint minden olyan terméket, amely hát így mondom, a nyugati piacon is megállja a helyét, és egy előre haladott technológiával a legújabb trendeket követve tudja javítani a minőséget. Egyedülállóak vagyunk Szerbia terén ezzel a géppel, vajdasági piacban és a közép-szerbiai régióban sincs ilyen kapacitású kovácshengermű, amely ilyen alkatrészeket tudna produkálni. A harmadik körbe pedig sikeresen megpályáztunk egy tehergéperművet, amely a gyors anyagleszállítást, az anyagbeszerzést és a termékeinknek a pontos időre való leszállítását teszi lehetővé. És mind a három gép, amelyet megnyertünk, új munkaerő igényt teremtett, amelyet be is töltöttünk, új foglalkoztatott személyek kerültek a vállalkozásunkba, nőtt a termelékenység, a kapacitás, és csak is pozitív előnyeit tudok kiemelni. Több mint 50 gépet, géptípust gyártunk, balkáni piacra leginkább, Horvátország, Szlovénia, Bosznia, Crna Gora, Makedónia, Koszovó és a közép-szerbiai régióba. Évi 400 gép megy ki a gyárcsarnokból, foglalkoztatottak száma pedig a prosperitáti támogatás megkapásával és az új gépek üzembehelyezésével 11 főre nőtt, és kis csapatunk igyekszik eleget tenni a piaci igényeknek, a növekvő piaci igényeknek, és ötvözni a nyugati minőséget a hazai jó bevált termékekkel és a minőségi termékekkel.